dimenzióit is abban a beszélgetésben. Egyelőre nem valósulhatnak meg bizonyos nagy volumenű vajdasági feldolgozó és szolgáltatóipari fejlesztések, amelyek pénzeléséről tavaly decemberben hozta meg az elvi döntést a Prosperitáti Alapítvány, magyarázta az SMR reggeli műsorában Pásztor István, a VMS elnöke. Ezekhez a magyar kormánynak 19 milliárd forintos összeget kellene biztosítania. A nehézséget az ukrajnai háború, az energiaárak elszabadulása, a gazdaság jelenlegi helyzete és nem utolsó sorban a brüsszeli források elmaradása jelenti. Emiatt a magyar költségvetés nem a tervezettek szerint alakul, ismertette a helyzetet Budapesten Pásztor Istvánnal Magyar Levente, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese. Át kell csoportosítani a forrásokat, át kell csoportosítani a lehetőségeket, hogy ennek a kötelezettségnek a finanszírozására sor kerüljön. Tegnap erről beszélgettünk, és én azt látom, hogy lassacskán körvonalazódik, ha nem is az egész pénzre vonatkozó reális, rögtöni lehetőség, de ennek a vállalt kötelezettségnek a lépésről-lépésről történő teljesítésének a lehetősége az, azt gondolom, hogy karnyújtásnyira van. Újra a Magyar Összefogás néven indít listát a Vajdasági Magyar Szövetség a Magyar Nemzeti Tanácsi Választáson, közölte Pásztor István. A lista várhatóan a hét végéig elkészül, tette hozzá. Egy erőteljes VMS jellegű listát szeretnénk állítani, de nem pártpolitikát, vagy nem klasszikus értelemben, negatív értelemben vett pártpolitikát szeretnénk az MNT-ben csinálni, hanem azokkal az emberekkel szeretnénk az MNT feladatait ellátni, akiknek erőteljes pártpolitikai nemzeti elkötelezettségük van, és akik hajlandók arra, hogy megvívják a csatákat annak érdekében, hogy előbbre lehessen haladni. A kampány folyamatosan tart, de lesz egy körülbelül 3 hetes intenzív időszak, amikor beszámolnak az eddig elért eredményekről, és közben felhívják a figyelmet a népszámláláson való részvétel fontosságára, és arra, hogy a vajdasági magyarok vallják magyarnak magukat, és nyugodtan közölhetik a felekezeti hovatartozásukat is.